A műanyag golyókkal történő bizonyos szabályok közt végzett gulitás, illetve dobás kedvelői gyűltek össze egy meghívásos országos versenyre egyik kedvenc vidéki helyszínükön, a paksi ürgemezőn található strandon. Kevés ilyen lehetőség van a bocsások számára, ahol a kellemest össze lehet kötni a hasznossal, éppen egy élményfüldő területén versenyezhetnek. Pakson hosszabb idő után ilyen ideális körülmények között rendeztek végre Magyarországon versenyt, nem is akármilyet, mégpedig nemzetközit az ürgemezőn található strandon. Hat magyar csapat, köztük a paksi együttes mellett egy cseh és öt szlovák csapat 3-4 fős formációja indult el a kétnapos versenyen, aminek az idén is volt egy sajnálatos apropója, ami miatt ismét emlékverseny lett egyben a paksi viadal. Tavaly is egy sportásunkra emlékeztünk, Tóth János barátunkra, aki váratlanul elhunyt. Sajnos idén is ezzel kellett megküzdenünk, hogy Berki Balázs barátunk egy súlyos autóbalesetben szenvedett, úgyhogy az ő emlékére tartjuk ezt a tornát. De nagyon-nagyon nagy örömmel jövünk, nem csak a Balázs miatt, hanem egyáltalán ide Paksra, a barátaink miatt, értetek, titek, emiatt, a strand miatt, ez nekünk egy kultikus helyszín. A verseny rangját, a mezőny erősségét nagyban növelte, hogy ott volt a mezőnyben a magyar bocsasport első komoly nemzetközi sikereket elérő fővárosi párosa, a Perger Patrik Rácz Gergő duó, a fővárosi Titok Zokni csapata képviseletében, akik tavaly az IFI Európa-bajnokságon ezüstérmesek lettek, vagyis másodikak, és már főleg a járvány okozta elvesztegetett hónapok miatt gőzerővel edzenek, hogy utolérjük magukat a világbajnokságra, amit jövő évben Rómában rendeznek meg. Kedvenc részem a játékban a dobások. Azt hiszem, ez egy laikusnak is ez a leglátványosabb rész, amikor odaállok, és nem az, hogy csak gurítok, hanem tényleg az ellenfél játékába is tulajdonképpen belerondítok akár. És nem jellemző az, hogy nincs olyan rész, amit nem szeretek, tehát tényleg az egész játékot nagyon szívesen űzöm. A bocsa eredményes űzése a jó fizikum mellett bizony szellemi felkészültséget is igényel. Fejben is ott kell lenni, nem csak fizikailag, én jelenleg heti kétszer járok 2 órában. A VB-n is, noha az erőviszonyokat pontosan még ők sem ismerik, szintén a dobogós helyezés elérése a cél. Európából 6 csapat jutott ki a római világbajnokságra. Azzal a játék minőséggel, amit letettek a pályára, hát azzal mindenkinek a elismerését kivívták, tehát a legnagyobb vezetők is ott tapsoltak, és olyan dolgokat csináltak, hogy én is csak lestem. De nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy élvezik a játékot, tudják a játékot, azokat a játékelemeket, amit előre megbeszéltünk, egyrészt pontosan betartották, és végre is hajtották, és ennek a szép eredménye ez a második hely. De mi többre készülünk. Tehát ez a világbajnokságon mi nagyon-nagyon szép eredményeket várunk, gondolunk. A Paksi Bocsa Klub, mint házigazda egyesület, nem önálló csapattal indult ezúttal, hanem egy nemzetközi vegyes csapatban vett részt a kétnapos többfordulós versenyen. Cseh Attila elnök pályaépítő mindenes, és Szabó Szintia paksi versenyző a Csehországból érkező Kovalcsik Péterrel és a szlovákiai Rudo Rózával alkottak egy nemzetközi csapatot. Egyik közülük már nagyon régi ismerősük. Most már 6 éve járunk oda, az ott a barátaink meghívására, és tavalyi évben az én általam vitt csapat, mert ez úgy van, hogy klubcsapatbajnokság, nem nemzetközi, és a klubcsapatbajnokságban a Paksi Klub van meghívva, ezért szoktunk egy kis szponzorációt is kapni a hivataltól. Mindig visszaigazoljuk, hogy mit értünk el, és tavaly... Itt a Paksi nemzetközi versenyen 3. lett ez a nemzetközi magyar-szlovák cseh, mondhatni V3 összetételű együttes. A győzelmet egyébként a legjobb szlovák csapat szerezte meg a budapesti Csillám céllövő Ese csapata előtt. A folytatás Losoncon, ahol a paksi bocsások szinte már törzsvendégnek számítanak, és persze, hogy ott lesznek most is majd a mezőnyben.